15 évvel ezelőtt, 2005. május 11-én gyakorló repülés közben lezuhant egy MiG-29-es vadászgép Kecskeméten. Az augusztusi repülőnapra készülő világbajnok vadászpilóta Szabó Topi Zoltán százados éppen a bemutatni tervezett kürjét gyakorolta, amikor a baleset történt. Néhány nappal később a katonai légügyi hivatal vezetői egy sajtótájékoztatón bemutatták azt a videót, amely a repülőt a lezuhanását megelőző percekben örökítette meg. A felvételen követhető volt, hogy a gyakorlat közben az egyik hajtóműben robbanás történt, majd kigyulladt. A pilóta a gépet ekkor a repülőtértől távolabbra irányította, majd miután megkapta a jelzést erre, katapultált és ejtőernyővel leereszkedett. A MiG a repülőtér mellett vágódott a szántóföldbe és megsemmisült. A fekete doboz repülési adatainak későbbi kiértékelése után a szakértők a pilóta hibáját kizárták, és megállapították, hogy a hajtómű meghibásodása miatt zuhant le a vadászgép.